Olyan, mintha olimpiát nyertél volna? Hát egyébként úgy érzem, a média érdeklődés nagyobb. Természetesen az ember ilyenkor ki kell, hogy lépjen a komfortzónájából, és szerintem pont azt mondtam a Hajdú Balázsnak, hogy teljesen jó, hogy egy ilyen versenyre kényszerítettük egymást, mert szerintem ez mind a kettőnknek és a sportnak is jó volt. Ha minden rendben van, akkor kedd este indulni kell Pekingbe a csapat után,
remélhetőleg azok is tudnak majd jönni, akik most pozitív tesztet produkáltak, úgyhogy éppen Kósa Lajossal, a Korcsolyázók elnökével egyeztettünk, hogy hogy lehet ezt gyorsan, hatékonyan megoldani. Egyébként még nem voltam téli olimpián, mindig csak a nyári jártam. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy tapasztalatszerzés, meg a figyelés az nagyon fontos lesz itt most. Az olimpia után mindenképpen neki kellene állni az új alapszabálynak, ahol a megfelelő képviseletek visszajönnének a közgyűlésbe, ezt nagyon fontosnak tartom. Jelen pillanatban egy csonka közgyűlés van, az 51% megvan, ugye a sportágak képviselői, de hiányoznak a klubok képviselői, az egyéb delegáló szervezetek képviselői, és szerintem ezt vissza kell állítani. Én azt látom, hogy rengeteg pénz, sok pénz áramlik be a sportban, nagyon jó, fantasztikus. Én szerintem ez egy olyan lehetőség a magyar sport számára, amit ki kell használni. Van egy nagyon jó olimpiai járadékos, világon egyedülálló rendszerünk, ami nagyon pozitív, de én úgy érzem, hogy a MOV abban tud segíteni, hogy azok a pénzek, amik beáramolnak, azok sokkal hatékonyabban legyenek felhasználva, mert mi vagyunk a szakma, nekünk kell megmondani azt, hogy mi kell a kajaknak, az öttusának, az evezésnek, az olyan sportágoknak, amelyek gyakorlatilag eredményeket hozhatnak. A Hungaroringen egy 12 éve fölálló, nagyon erős és nagyon jó csapat szervezi. Azt nem is tudtam elmondani, hogy az elmúlt 12 évben 51 világversenyt szerveztünk. 51 világversenyt évi 200-400 ezer látogatóval, tehát ilyen formában ez egy nagyon jó működő csapat. Egyébként, ha meg nem lenne ez a munkám, akkor is társadalmi munkába vállalnám, mert hála Isten 58 évesen elérkeztem arra az életembe, hogy ne kelljen pénzért dolgoznom. Úgyhogy ilyen szempontból, meg hagyományosan ez egy társadalmi munka volt. Tehát én szerintem ez is az elvárás, meg önmagam számára is ez fontos.